Hello, sziasztok! A két kedvenc lavazzám, legalábbis úgy emlékszem, hogy az Orró volt a kedvenc lavazzám két éve. Egy éve, úgyhogy vettem még egyet, mert idén nyáron ez a rossza, ha jól mondom, ő a kedvencem, de pont azért, mert hogy hasonlított az Orróra. Na most, mivel azt már két éve nem ittam, ezért most kóstoljuk össze. Ez már itt csak így a videó elején lemaradt, egy finomabbnál finomabbra, ugye DeLonghi darálóval, csak az a daráló, hát ha megnézed, van egy tuning videó róla, ez még finomabbat darál, mint a gyári finom. Itt a 7 g, ebbe két kocka cukor és komplettám, mert ilyen lesz a másik alapja is. Ezt lefőzzük, aztán lesz egy másik az Orróból, azt is lefőzzük, azt összevetjük, hogy most akkor melyik, milyen és hogyan. Ez az illat, vagy az Orrónak az illata, az ő mindig a legjobb kávéillat az összes közül. Akkor neki kéne állnom az elsőnek. Ez rossz. Ez maradt a videó elejéből a rosszával, ami most így az Orróban velem van. 6-8. Jó, emlékszem, hogy 7-2-es sikerült, és ez is 7-2-es. Följön az a rossza. És ide van készítve a víz. Mondjuk elkevertem a krémáját, de szép. Rossza. Akkor kipucoljuk ezt a kávéfőzőt, és kérem a követ. Ezt azért elmosom, törölgetem. És jöhet az Orró. Sűrűbb kávé, mert kevesebb a térfogat, már érzem. Aha, ebből a 7-2 az kevesebb mennyiségre, és lehet, hogy itt térfogatra jobb főzni, egy ideje már az a nagy alok. Lehet, hogy ez egy sokkal gyengébbet fog adni. Kezdjünk az Orróval. De jó illata van. Rosszának nincs akkora. Ja, de ez már megfőtt egy ideje. Lágy. De még a cukrok nincsen olyan felolva. Tönkre kell tenni, hogy a cukor elolvadjon. Értem, hogy a krémáját tönkre kell tenni. Na, Orró. Orró. Hát ezt olyan, ezt ne. Ez olyan. Nem tudom meghatározni ezt a savasságát, ami rögtön így beleiszol, hogy ez egy lavazza Orró. Rossza. Ez egy higlöttyehez képest most ezután. Nem rossz, lágy, de ez tényleg egy ötös. Ugye 5 per 10-es van ráírva. De ha jól emlékszem, a őrá se hazudtak valami nagyon nagy erőt. Ez is 5 per 10-es. Úgyhogy elméletileg az aromának nem kéne erősebbnek lenni. De ez összekeverhetetlen. Most ezt is savasnak éreztem, hogy ez volt az Orró. Mert ez finom volt. Igen, ez a hiblöcs. Hát az Orró sokkal finomabb volt, azt hittem az az, de rögtön mondom, meglepett, hogy most meg ilyen jónak érzem a rosszát, de amit megittam és oda tettem, az az Orró volt, és
De nézzétek vissza a videóval, csalta a kezem. Nem rossz ez a rossza, de nincsen semmi karakteres íze, semmi. Egy olyan nagyon lágy, nagyon kellemes kávé. Tényleg jó, de az oróba bent van ez a, nem is tudom, karamellás savasság, vagy nem tudom minek mondani. A rossz inkább egy ilyen nagyon gyenge, elhigított csokoládéra hasonlít. Az oróba is benne van a csokisság, de inkább abban van egy ilyen kis, egy ilyen oró íz, egy voh! Iratkozzatok fel, nem maradjatok a semmire, én most kettő kávé után kezdek pörögni. Sziasztok!